Hello, Lucy, sziasztok, Sirius ez pedig nem más, mint a Pro Evolution Soccer 2014 GameStar online videó tesztje. A Konami újjátéka nagyot fejlődött az elődökhöz képest, köszönhetően a mind konzolos, mind a PC-s verzióba bekerülő Fox engine -nek. Természetesen a szépség mindenkinek más jelen, de egyértelműen jobban néz ki, mint elődei, az animációk folyamatosabbak, a tárgyak nem csúsznak egybe, sőt, legszebb akcióinkat visszanézve a labda mozgása még kikockázás mellett is teljesen helyén valónak tűnik. A fizika tökéletesítése mellett a mesterséges intelligenciát is módosították egy picit, hogy jobban felismerhető legyen a neves játékosok karakterisztikája, ráismerünk a mozdulataikra. Ha például az ellenséges csapatban ott van Ronaldo, akkor nagyon komoly problémáink lesznek, de ha mi csapatunkban játszik, lényegesen boldogabb lesz az életünk. Abban az esetben, ha valaki nem érzi magát kellőképpen magabiztosnak a pályán, az választhatja a számítógép segítségét, ami egy kicsit pontosítja a passzokat, valamint a lövéseket, azonban ha ezt a rendszert kikapcsoljuk, kiderül, hogy mire is képesek a játékosaink, ha valaki olyan játszik a csapatunkban, aki a valóságban esetleg rosszul passzol, az a játékon belül is rosszul fogja ezt csinálni. A játék, mint ahogy az lenni szokott, kényelmesen irányítható billentyűzetről is azonban sokkal pontosabbá válhatunk, ha inkább pc és pedet használunk. Azok számára, akik szeretnék megtanulni, begyakorolni a trükköket, cseleket, elhelyeztek a készítők egy halom minigémet, amit végig pörgetve begyakorolhatunk mindent, amire szükségünk lehet, így tényleges akciókban már nem kell azon töprengenünk, hogy hogy kell valamilyen mozdulatot végrehajtani. A lövéseket és a cseleket addig cifrázzuk, ameddig csak szeretnénk, meglehetősen komoly szabadságára rendelkezésünkre azonban vigyázzunk, mert a fizika tényleg a helyén van, abban az esetben, ha egy védő kezén, lábán, bármilyen megpattan a labda, onnantól kezdve el van szúrva az akció. A stadionok egyébként tele vannak élettel, a közönség követi az eseményeket, szurkolnak, ha valami szép akciót látnak, üdvivalgásban törnek ki, a kommentátorok folyamatosan tolmácsolják, mi történt a pályán, úgyhogy az alaphangulatra sem lehet semmi panasz. Sajnos azonban nem sikerült a játék minden oldalát egyenlően fejleszteni, még mindig nincs elég a készítők birtokában, valamint a mester mesterséges intelligencia csinál azért néha furcsa dolgokat, ezen kívül a menürendszerek kinézete az egész játék prezentációja sem sikerül túlzottan erősre. Abban az esetben, ha ezt a 2015-ös kiadásban sikerül javítani, simán a csúcsra törhet, azonban egyelőre csak 8,5-et kap tőlünk, de próbáljátok ki és nézzétek meg, hogy nektek mennyire tetszik. Ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!